Hello mindenki, úgy viccelek, és az UVF, azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt Team Fortress 2 gameplay-nek mai része, amelyben újra dodgeballozni fogok, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy egy hét kiadás után még úgymond mire emlékszem, mit tudok nagyjából. Szóval ez egy ilyen kis kíváncsiságból tulajdonképpen, hogy egy hét után még mire vagyok képes. De egy picikét most hátrányban leszek, mert hogy már lassan két napja laggol az internet, mármint nem tudom, valamiért lassabb az egész. Például hétvégén akartam adatázni, és csak úgy ezt példának mondom, hogy kattintottam volna egyet így lazán tehát hogy valóban mondjuk mozogjak, adott esetben például csak simán előre akartam futni, és legalább egy másodperc eltérés volt, mire ezt észlelte és elkezdett mozogni, de ez egyébként nem tudom miért van, de remetleg hamar helyre fog állni, mert valami iszonyatos idegesítő. Ugye mindenki tudja, hogy nem szoktam dotázni, csak ritkán videó alkalmával, de akkor abban az egy játékban is, amit úgy nem tudom, kíváncsiságból akartam játszani, abban is rögtön elcseszi a játékomat az interneten, mert egyszerűen tudjátok, jönnek genkelni, jönnének ki az erdőből, simán menekülnék el, kattintok, már meg vagyok nyugodva, hogy hú, ezt most szerencsére túléltem. Azt az a következő pillanat, hogy két másodperc múlva indul csak is el a karakterem, addigra meg ugye már késő. Most is ugye látjátok, a rakéták később repülnek el, mint azt így kellene, vagy mint ugyanazt már megszoktuk. És egyébként még annyi, hogy mint látjátok, ezek most eléggé jól tolják, úgyhogy nagyon félek, hogy mi lesz így a vége. Mert hogy ezeket megölni nem lehet, főleg ilyen interneten. Mint látjátok, most is ugye lőttem volna el, és csak utána ugrott fel az egész. Szóval ez egy picikét most érdekes lesz, mert nem tudom, hogyan csinálja, mert hogyha hamarabb lövök, akkor meg el fogok szokni az egésztől, hogy ugye ez hogyan érdemes. Hogyha később lövök, akkor meg felrobbanok, tehát ezt nem tudom meg, hogy hogyan fogom egyébként csinálni. Ez jól néz ki viszont, ez tetszik. Ez tényleg szép lett. Bár érdekes, mert ugye nem lehet biztosan tudni, hogy a pályáról az igazából férfi vagy női karakter, de feltételezhetően nőinek akarta csinálni, vagy melegnek. Na mindegy. És azt a mindenit. Ó, hát az hihetetlen. Az már nem tudom, milyen internet kell, hogy azt úgy normálisan lássa. Egyébként tényleg, hogyha így megnézitek, elég észrevehető az ilyen gyorsabb rakétáknál már, hogy ez a pár tized vagy pár század másodperces eltérés is már eléggé nagy hátrány. Főleg ugye, hogy esetleg másodpercek is tényleg eltérnek. Az szép dolog. Ó, ez jól tolja. Még Tauntól is egyet. Várjunk? Ja, jó, semmi. Na mindegy, akkor újra megpróbáljuk. Melyik is volt az? Ja, az a rózsaszín ott hátul, aha. Jó van. Jaj! Basszus, de megijedtem hirtelen. Bár ez még csak lassú volt. Igen, hozzá kell szokni ahhoz, hogy mindenhol figyelni kellene. Csak kellene. Na most azt hiszem jó volt. Most ugye nem lett volna semmi lassulás benne. De ezt ugye már csak több lövésből lehet komolyan megnézni. Meg ne halljál. Most elővem ez, most nem tudom, ez szerintem az enyém lett volna. Ugye az a baj, hogy nem merem elvenni mások elő, mert az lopásnak számít, de viszont néha el kellene venni, úgymond, mert akkor megmenteném őket, és ugye ezért nem merem is, hogy nehéz eldönteni azt, hogy most mikor kell segíteni, mikor pedig nem. Picikét ez így rossz, mert ugye mondom, tehát most megnézitek, ugye az előbb is pont ott volt példának, hogy az ember csapatás elkezdte pörgetni, már látod, hogy össze-vissza forog, már mindenfelé ugrál meg minden, de ugye van, aki ezzel csak trükközni próbál, de van, aki viszont tényleg bajban van, és ezt is sajnos nem lehet eldönteni, ezért, hogyha esetleg azt mondanátok, hogy miért nem mentettem meg, vagy miért nem segítettem neki, akkor az azért van, mert egyszerűen nem tudok, mert ugye, hát akkor vagy lopásnak számít, és esetleg szidnak, vagy kiraknak a szerverre, vagy ilyesmi, vagy megmentem, de arra pedig egy kicsi az esély. Egyébként ez a kitűző, ez azt hiszem nagyon-nagyon drága, ami rajta van, vagy összekeverem valamivel, ami több mint 20 kulcsot ér. Már nem vagyok benne biztos. Már régen foglalkoztam ilyen trédülős dolgokkal. Ez van. Minden esetre még mennyi idő van ebből a pályából? 11 perc, az nekem még bőven elég. Na most ugye még egyszer mondom, hogy valószínűleg megint csak bénázni fogok, de ez annyira nem jó, hogy amikor videóznék, akkor mindig ellenem játszik. Vagy az, hogy új játék, és még csak először próbálom, vagy az, hogy mondjuk most éppen szar az internetem, és azért így nem tudok normálisan lőni. Szóval ez így valamiért ez így mindig ellenem van. Valószínűleg ez így már örökké így lesz, remélhetőleg mondjuk nem, de tök mindegy.
Viszont ami jó hír az az, hogy láttam, hogy ugye már szépen gyűlnek a feliratkozók, mert ugye bár említettem már, hogy 8000 feliratkozónál lesz majd egy szép-szép különkiadás, és most vagyunk azt hiszem 7600-nál, úgyhogy már nem kell hozzá sok, hogyha megpróbáltok úgymond belehúzni, tehát tényleg elkezditek hirdetni, vagy posztolgatni, meg megosztani, akkor szerintem egy hét alatt talán meg is lehetne szerezni azt a 8000 feliratkozót, aztán már jöhetne is a különkiadás, ami remélhetőleg tetszeni fog nektek, mert én úgy gondolom, hogy sokat gondolkoztam ezen, és eléggé sokat készülgettem rá, ezért hát remélem tényleg, hogy élvezni fogjátok. Na, közben jöttek magyarok is, de most nem szeretnék visszaírni a nézést, mert akkor meg ugye az, hogy forgatsz, hogy meg ilyenek, tehát most nem szeretném beszélgetni velük. Egyébként ezt már meg lehetett tőlem szokni, hogyha videózok, akkor persze nem írok vissza, viszont amikor nem, akkor tök jól el lehet beszélgetni velem bármiről szinte. Tényleg már régen voltam Kriten, pedig ott mindig tök jó hangulat volt. Szerintem nem sokára majd oda is felmegyek. Hű, azta! De igen, ez már vétetlen. Ezek már eléggé szépen tolják. Igen, úgyhogy azt hiszem eljött annak az ideje, hogy elbújjak egy sarokba, és hát nézzük, hogy a profik hogyan tolják. De egyébként igen, ilyen internet eléggé rossz, tehát hogy mindjárt majd meg is lehet nézni. Bár szerencsére tévében azért annyira nem látszik meg, de amikor ellövöm a rakétát, pár másodperc késés után repül csak el. De most mint ugye jó lenne egyébként. Nem tudom, lehet valami... Ja, persze, lehet a szolgáltatónál van a baj. Bár most nincsen nagyon vihar, se hó, meg semmi. Hát igen, ilyen időben már ne is nagyon legyen hó, már mint tavasszal. Na mindegy, a lényeg az tehát, hogy most szerencsére, mint ugye már nem lehet annyira észrevenni a laggot, remélhetőleg így ez elmúlik. Ó, ez most jó volt. Ó, yeah, öltem is vele. Jaj. Ez így most egyelőre nekik tetszik is, hogy mint hogy elmúlt volna. Úgyhogy remélem egyébként, hogy jó lesz majd így, amikor dotáznék, mert dotánál mondom, elviselhetetlen volt. Jön, de genkelni a csém, és nem volt esélyem elmenekülni, mert hogy tehát ugye vágjátok mi az a genkelés, előjönnek az erdőből egyszerre, akár többen is, és én pedig ott vagyok védtelenül egyedül, esetleg pár csapattársammal. De a lényeg az, hogy a spellt próbálok benyomni, ez is 2 másodpercet késik. Olyan volt például Zeus-szal nyomtam az ultit, ugye mert pont megérte volna, azt erre 1 másodperc múlva nyomja be, addigra meg már simán már vége, mert már ugye már meghaltam. Szóval valami nagyon borzalmas volt, de remélhetőleg ez el fog majd múlni, és akkor a dotásoknak is tudok majd videóval szolgálni. De persze még mellette majd kaptok TF-et is, mert ezt megbeszéltük, ezt így kell, ez így is lesz. És egyébként tényleg remélem, hogy ez így helyre fújjon az internet, mert hogyha elkezdek egy Dota meccset, akkor ugyebár azt már nem lehet úgymond befejezni. Tehát hogyha elhívelsz, akkor azért büntetnek. De kibírni egy ilyen meccset még rosszabb, mint hogyha... nem is tudom mi lenne, tehát szinte kötelességbe játszom végig, amikor nincs is hozzá kedvem. Olyan ez néha, mint ugye egy-két ilyen videón talán már részt lehetett ezt így venni, még régebbieken, hogy mondjuk hát ilyen technikai problémák akadtak, de ugye mégiscsak meg kellett csinálni a napi egy videót, és ugye hát már más nem, akkor szinte csak kötelességbe megcsináltam, és ugye az olyankor nem is annyira jó videó, de egyébként én törekedek arra a minőségre, hogy ez így úgymond elmaradjon, és hogy minden nap mindent beletegyek, akár egy ilyen kis, nem is tudom, egy ilyen dotás videóba is, vagy akármibe is, és egyébként igen sokszor van egy-két vicces pillanat meg a dotába is, vagy egy-két fontosabb információ. Ugye pont erről beszélek, ez a gyerek is most elég elrontotta, de arról volt szó, hogy ugye, ezt előbb említettem már, hogy nem lehet tudni, hogy mikor bénázik, mikor kell neki segítség, illetve azt, hogy mikor akarja nagyon mester szinten bepörgetni. De ugye ez most neki egyelőre nem sikerült, bár ez azért eléggé érdekes dolgot próbált, hogy egyfolytában forgott és ugrált is meg minden, de ez szerintem nagyon jól adja. És az nem tudom, ez tényleg egy nőjátékos, mármint egy lány, aki játszik, és azért van ilyen ruhája, vagyis hát ilyen kiegészítői, ugye rózsaszín, vagy szimplán csak így akart meccselni, de minden esetre jól tolja, ha fiú, ha lány játékos. Hát lehet sokat foglalkozik ezzel, vagy jó az internete. Egyébként igen, érdekes, egy pár kis tized másodperces eltérés, és borzalmasan nagyon elbírja rontani a játékot. Ezt a fenébe leestem. Akkor ezt most itt kell, hogy végig nézzem. Úgyhogy ugye hozzá már nem is fog majd rakéta jönni, csak a végén lehet, hogy egyáltalán a végén se. De minden esetre, hát igen, így ugrálgatni kell próbálni, de nem már most ő is elveszi. Ugye vannak olyan rakéták, amiket így mindig fellöknek, mint ugye azt én is szoktam csinálni mindig. És hát azokat ugye mi nem fogjuk elkapni, tehát konkrétan átrepül fölöttünk. Ez most még jó is lehet, de nem, ez is túl magas volt.
Szóval értitek, mire gondolok. Ez most jó. De ő veszi el, nem igaz. Az nem jó. Ez jó. És nem igaz, megint elkerült engem. Oké, az a tiéd lett, ez viszont... De hogyan veszi el előlem? Hopp, inkább most ide lebújunk, mert mindjárt jönnek a rakéták hátulról, és ugye esetleg elrontják, és mondjuk elrepül onnan. Azt hiszem, én löktem az előbb, nem? Na, az meg oda átment, sok értelme van. Aha, jönnek a rakéták. Tulajdonképpen semmi teendő nincsen. Azt hiszem egyébként, ameddig ilyen rossz az internetem, addig nagyon ilyen lövöldözős videók nem lesznek, mert ugye ott még komolyabb hátrányban vagyok, mint itt, mert itt ugye tulajdonképpen csak néhát kell lökni, és itt nem annyira nagyon veszélyes a dolog. Viszont lövöldözésnél, hát ugye az, hogy az emberke belaggol pár pillanatra, akkor rögtön máshova kell lőni. Itt ugye nem kell célozni, csak visszalökni valamikor, amikor éppen úgy gondolod, és ugye már magától is oda megy hozzá. Úgyhogy ezért így valószínűleg az lesz, hogy ilyen lövöldözősök nem lesznek, de inkább ilyen fun játékmódok, vagy hát hogyan mondják ezt, ilyen viszont lesz. Hát ugye cséből fun, azért gondoltam. Egyébként meglepő most mennyire gyors rakétát, és az előbb visszabírtam lökni emellett a nagy lag mellett, ami most mondjuk megint csak elcseszte a játékomat. Na, legalább egy halat kaptam. Az jó. Ja, de viszont nincsen helyem. De milyen már ez, hogy nincsen helyem? Mi az, ami nekem nem kell? A Strange rakétövetőm, az nem kell, az ki is törlöm. Nem, igazából fegyverek azok kellenek, vasak azok kellenek, kell ez nekem? Hát, mellé kattintottam, hát szerintem jó. Szóval kitörlök egy olyat, ami nekem nem kell, mondjuk legyen ez egy hal, mert az már van. Most nem érdekel, tök mindegy, nem akarom itt húzni az időt, meg ilyesmi. Haj! Milyen kitartó gyerek. Csá! Na, most már mehet is a játék. Élesbe. Bum! De, ezt most én löktem át vajon? Mert annyira belagoltam, hogy nem is láttam. Jaj! Na, most már szerintem kezd egyébként jó lenni. Mármint nem tudom, megfigyeltétek-e, de néhány körben nagyon-nagyon lagol, néhányban pedig teljesen le lehet követni azt, amit csinálok. Tehát most éppen ez a lövés is, meg az előző is, az jó volt. De azelőtt egy-két körrel még nagyon-nagyon nem lehetett látni semmit. Most például ez jó volt. Ajaj, kezd fogyni a játékos a csapatunkból. Yeah! Szépen be fogjuk pörgetni. És még azt is megpróbáljuk hozzászedni. Nem, az nem ide jön, akkor ezt ellökjük. Így, jó, cselesen. Ó, amennyire cseles volt. Ki sem bírta kerülni. Jó, vágom, gondolom, csak AFK-zott, azt annyi. Bum! Jaj, de megijedtem, hogy nekem jön. Jajaj! Az yes, az jó! Aha, és visszalöki, és visszalöki! Azt pedig azt hittem, hogy tök mester voltam, mert hogy tök jól ellöktem, magasra ismert meg minden. Az kiderült, hogy az neki még csak nem is megterhelő, hogy azt egy picikét úgy még ráadásul trükkösen is visszalöki. Egyébként mi ez itt? Unusual-en van, haha. Tényleg úgy néz ki, mint egy unusual, csak ne pont ide jöjjön. Jaj, nem a balegér gombbal kell ellökni, mi? Na, az se rosszul néz ki. Érdekes, mindenki ezt a csingding dolgot használja rá. A pyro-ra. Mármint. Na, hol van az a gyerek? Már meghalt. Na, és én lettem az első, de rossz, az jó. Egyébként, mennyire szerencsém van már tényleg, amikor tautulok. Biztos, hogy akkor jön oda hozzám a rakéta. Egyszer az életben, egyszer tautulok, mert valamire kíváncsi vagyok, és pont akkor jön oda a rakéta. Hát, látjátok, annyira laggol az internet, hogy még a szám is laggol. Az is internetről van, rá van csatlakoztatva a wifi-re, azt megy egész nap. Oh. Na, enyém! Na mindegy. Azt hiszem, ezt így ellopjuk előlük. Bár ez csúnya dolog, de tök mindegy, ők is ezt szokták. De egyébként ez sem megoldás, hogy valaki esetleg tegyük fel azt, hogy elvette előre a rakétát, azt még nem feltétlenül kell úgymond utánozni azzal is, hogy lesüljetsz az ő szintjére, de most minden esetre egy-két rakétát elveszek, hogy azért nekem is legyen esélyem lövöldözni. Ops. Egyébként gondolom, még továbbra is beszél hozzám az a gyerek, de most nem fogok kiválaszolni. Ezt gondolom teljes mértékben megérthető, ugyebár ezt említettem régebben is. A videó az most nem arról szól, hogy itt esetleg beszélgetek veletek, hanem hogy meghalok, mert a fenébe.
Azért most ez picikét úgy váratlanul jött, mert hogy hát csak nem is figyeltem arra, hogy ott egyáltalán közeledik egy rakéta, de aha, pont ilyesmi lehetett, csak mondjuk ő látta. Nézzük csak. Ja, ez nagyon-nagyon jól néz ki ez a lánc. Mi ez? Ja, lángcsengő, meg csinglingnek neveztem. Akkor mi is ennek az angol neve? Aha, le akar menni. Jaj, ez jó lesz. De nézzétek, ennek is. Ja, nem, ennek nem. Lol, már olyan, olyan óriás szemgolyója van, azt annyi eszem, hogy rávett egy ilyen cuccost. Hát, kapucnit. És ugye ez pont eltakarja a szemét, úgyhogy semmit nem lehet belőle látni, de ő tudja. Taunt már. Jó, hát tök mindegy, mit használok igazából erre. Olyan kellene, ami, nem tudom, kiszámíthatatlanul gyorsan felgyorsítja a rakétát, és rögtön megöli az ellenfeleket. Jó is lenne, mi? Az lenne a Dutch Ballmaster weapon. Aha. Jó. Az most ide jön? Nem, ez jön ide. Anyád. Egyébként csak a szemem sarkában hirtelen láttam, hogy baloldalt valami nagyon-nagyon közeledik, ami kék színű. Hát ugyebár nem bálna, hanem egy rakéta volt. Istenek segítség kell vajon? Nem. Jó van, hát már mondom, ezt nem lehet mindig eldönteni, és ki akar segítséget kérni, vagy ki az, aki csak szinten pörgeti. Most például egyébként nagyon-nagyon megijedtem. Azt bírom, amikor nem is tudom, hogy jön fel a rakéta, és így reflexből éppen csak, amíg visszalököm. Azt a gyorsat most mondjuk eléggé szépen elintéztem. Így. De! Már megint bele a gól, már megint. Már több büszke voltam magamra, hogy végre ezt most jól trükkösen átlöktem, hogy teljesen felmenjen az égbe. És ha megint később ment a jel. De egyébként ez nem tudom, te nem miért van, hogy csak néha lagol, néha meg nem. Nem tudom, várjatok, milyen idő van kint. Hát száraz elvileg, bár... Na, mindegy, vágás. Na, itt is vagyok. Szóval, ugye említettem, hogy száraz idő van ugyan, de ez persze arra helyre jellemző, ahol én éppen most vagyok, tehát ahol ugye élek. Esetleg előfordulhat az, hogy mondjuk más részeken, mondjuk akár hó is van, bár ez már nem túl valószínű. De a lényeg az, hogy úgy érzem, hogy nem is az én gépemmel van a baj, mert azzal nem lehet, ugyanis simán vitte az ilyen akármilyen internet nélküli játékokat, például Minecraft vagy ilyesmi, de az ilyen internetes játékok viszont lassabbak. És ezért ugye gondolom az interneten van a baj, és hát nem is csak az én gépemnél lehet ez, hanem valószínűleg a szolgáltatónál. És hát ez egyébként nem tudom mikor fog helyreállni, vagy ilyesmi, de minden esetre reméljük, hogy minél hamarabb, mert már megint kattintottam, már tudtam, hogy kat, tehát hogy már tudtam, hogy rányomtam meg, hogy már rá fog repülni. Tökre az volt már, hogy jaj, de jó, végre átlököm, és már megint ugyanaz, hogy meghaltam. Ah, de jó, százas szintű izéje van, nem tudom mi ez, ilyet még egyáltalán nem is láttam. Bár nem ez a kiindulási pont, hogy már láttam-e vagy sem, mert nagyon-nagyon sok dolgot nem láttam, ami igazából már benne van régóta, mert én sokat nem játszottam, stb. Tök jól néz ki egyébként ez a pályáról. Wow, de jó, az a sisak. Egyébként ez a csengő izé is ilyen tök jól néz ki. Hát már itt ugye nem csak simán ilyen zöld az egész, pedig zöldre van befestve, hanem van benne sárga is, meg minden. Jaj, ez meg akkor az új taunt, mi? Melyik volt az? Az. Aha. Igen, az új taunt. Melyik? Úros riadó. Angolul mi is ez valami? Hű, már nem is tudom, mi annak a neve angolul. Hű, tényleg nem tudom. Ja igen, valamilyen alarm, persze, mert riadó, csak a húros az, hogy is van. Valami S betűs, nem? Szerintem igen, de nem biztos. Na végre egyet átbírtam lökni. Azt is én löktem vajon? Nem tudom. Mert ilyen lag mellett már nem bírom eldönteni, most melyik honnan ment igazából. De igen, ez biztos nem én voltam. Ez se. De lényeg az, hogy ne hozzám jöjjön, mert én be is halok. Hűha, az jó volt. Jaj. Jó, ez nem ide jön. Ez se, de közel nem biztos, hogy érdemes menni a rakétákhoz, mert akkor azért hallok meg. Ó, eléggé gyorsak már ezek a rakéták. Bár ugye most szerencsére nekimentek annak a sziklának, úgyhogy most lelassultak. Tulajdonképpen újra spawnoltak. Csak ne hozzám jöjjön már, mert én ezt nem bírom visszajökni a lagok mellett. Hű, hát ezek... Nem tudom ezek mióta játszanak, de nagyon-nagyon prók. Jó, inkább már bele se nyúlok, mert akkor meg csak lopok. Ő segít, csak nem jó. Ennek a rózsaszín kinézetű pályának akkor nem szólt belenyúlni a rakétájába, mert a sprón csinálja, felpörgeti, ezt mellett ki is. Akkor
akkor azt végén adjuk, viszont a másiknak esetleg segítünk, hogyha majd úgy látjuk. Oké, tiéd lehet, vigyed, azt is mindent. Ah, fenébe. Majdnem meg is haltam egyébként. Jó, ez is az enyém! Néha első bírom már dönteni, hogy most melyik hova megy. A rózsaszínhez vagy nekem? Pedig, hát érdekes, eddig ugye mindig lehetett látni most melyik hova megy. Kanyar miatt most úgy látszik, nem annyira egyszerű ez. Na mindegy, nézzük akkor a mesterek csatáját. Jó, azért azt hittem jobban tolja a másik, de nem. Ó, láthatok volna a tauntot, csak pont úgy FPS nézetben voltam, és nem pedig így hátul nézetben. Ó, Wolf levágta a fejét, jaj. Jó, talában volt, vagy mi? Jaj, hoppá. Mindig mással foglalkozok, nem az, amivel kellene. Ez már csak így van. Na mindegy, csak a lag hagyjon el nekem, el engem, na, tehát nem el nekem, hanem el engem, mert hogy nem szeretek úgy játszani, csak úgy nagyjából kattintok, mert nagyjából csak dolgokat. Egyébként hiányzik már nekem a kritezgetés, tök jó volt mindig úgy baromkodni, meg mindent csinálni, úgyhogy szerintem egyszer majd még lesz ilyen krites videó, talán egy ilyen, úgymond elköszönés, mert ugye tudom, hogy nem szeretitek a kritet, stb. De minden esetre azért egyet még szerintem lehet, hogy kellene csinálni, mert szívesen csináltam azokat is. Úgyhogy, hogyha majd esetleg helyreáll ez a lag probléma, meg az ilyesmi, akkor majd szerintem lehet szó egy ilyen bizonyos kritezésről, mert az tök jó volt. Mondjuk Soldier-rel valószínűleg nem szeretnétek, hogy legyek, hanem vagy mással mondjuk. Tényleg Heavy-vel amúgykor tök jót arattam egyik medikkel, magyar gyerekkel. Na nézzük! Aha! Ez az új taunt. Tök jól néz ki. Gitározott. Ez nem mindig csak röhög azon, hogy ő halt meg másodiknak, azt hiszem, másodiknak. Nem, harmadiknak. Hogy van? Harmadik lett, tehát másodiknak halt meg. Értitek? Na, oda egy gyors rakétet bebírnék lökni, az egyiket eltalálnám, akkor az összes berobbanna. Fű, micsoda tripla vagy akár multikill is lenne. Ja, és egyébként még annyi, hogy basszus. Haj, nem igaz. Jó, azt hiszem ezt, ameddig nem jó az interneten, azt hanyagoljuk, majd elközelebb még lesz egy ilyen másfél videó, mondjuk lövöldözést még nem vállalok, mert ahhoz még szaranet, de majd még visszatérek. Megköszöntem figyelmeteket, kösz, hogy raboltam az időtökből egy nagyjából 21 néhány percet, és elnézést az lagok miatt, de majd egyszer még visszatérek normálisan ezzel a játékmóddal talán egy pár rész múlva. Szóval legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!